Az izraeli hadsereg likvidálta a Hamas terrorszervezet helyettes parancsnokát. Ezt az izraeli katonai szóvivő Daniel Hagari jelentette be, mondván, hogy Marwan Issát a Hamas katonai szárnyának egyik másik parancsnokával együtt ölték meg a gázai övezetben. Issát egy héttel ezelőtt célzott műveletben ölték meg Razi Abu Tamával együtt, mondta Hagari, hozzátéve, hogy Issa Deif helyettese volt a Hamas harmadik legfontosabb parancsnoka, az október 7-i támadás egyik kitervelője. Razu Abu Tama a Hamas központi kiképzőtáborának a parancsnoka volt, egyben a terrorszervezet mostani hadműveleteinek és az alagútrendszer védelmének az irányításáért felelt. Eközben folynak a tűzszüneti tárgyalások Izrael és a Hamas között. Az Egyesült Államok legújabb javaslatára az izraeli kormány már igent mondott, most a terrorszervezeten a sor, hogy nyilatkozzon, elfogadja-e azt. Bonyolítja a helyzetet, hogy az NSBT azonnali tűzszünetet követelő határozata miatt válságba került az izraeli és az amerikai vezetés eddig szoros szövetsége. Ráadásul Izraelben is egyre többen tüntetnek a gázai háború befejezését követelve, és több katonai vezető is bírálta a kormányt, amely szerintük következetlenül kezeli a mostani válságot. A Hamas még 136 túszt tart fogva Gázában, közülük legfeljebb 100-an lehetnek életben, az izraeli hírszerzés szerint. Az Ashifa kórház környékén továbbra is harcok dúlnak. Az izraeli hadsereg közölte, hogy az elmúlt napokban elfogta a Hamas több mint 500 emberét ott és a kórház környékén. Az izraeli csapásoknak ismét áldozatul estek civilek a hét elején Gáza déli részén. Hírek szerint legkevesebb 16-an meghaltak, amikor egy rakéta eltalált egy lakóházat. Az övezetben eközben egyre több áldozata van az éhínségnek is, elsősorban az övezet északi részén. A Hamas irányítása alatt álló helyi hatóságok ezzel együtt is a légisegélyezés leállítását kérik, mert az egyre nagyobb veszélyt jelent a lakosságra. A földet érő több száz kilós csomagok több embert is agyonütöttek, vagy a tülekedők agyontapossák egymást. Legutóbb pedig a ledobott segélyek a tengerbe estek, a kétségbe esett emberek beúsztak utánuk és vízbe fulladtak. Segélyszervezetek szerint is ez a legkevésbé hatékony módja a segítségnek, és ehelyett inkább a földi szállítmányok volumenének és sebességének a növelésével lehetne gátat vetni az éhínség súlyosbodásának a gázai övezetben.